A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének vezetője elmondta, a legfiatalabb korosztályon keresztül szeretnék beépíteni a családok mindennapjába a méz szeretetét és a rendszeres mézfogyasztást. A mézes reggeli néven futó kampányunkról van szó, ami országos szintű. Szlovéniából vettük át ezt a kezdeményezést, és a Nyíregyházi Egyesület is boldogan és örömmel vesz részt ebben a kampányban, amelynek a lényege az, hogy iskolákat Ovodákat látogatunk meg, és az idei méz termésünket kóstoltatjuk a gyerekekkel, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy minél több mész fogyasztó legyen Magyarországon, és, és abban bízunk, hogyha a gyerekek minél hamarabb megkóstolják a mézet, és, és élvezik annak minden ízét, zamatát és kincsét, akkor otthon majd a szülőktől is kérik azt, hogy otthon is fogyasszanak mézet. A szakember azt javasolja, hogy csak megbízható forrásból származó mézet vásároljunk. Erre a legmegfelelőbb a helyi termelői piac, ahonnan ellenőrzött minőségű mézet szerezhetünk be. Mindenképpen javaslom azt, hogy vagy menjenek ki a helyi termelői piacra, hiszen ö, egyesületünk tagjai is, és más méhészek is, nagyon sokan is nagyon szívesen értékesítik ott a mézeiket, és vál, fölvállalják mindezt, tehát nevük a rajta van a, a címkén és az agrárkamara segítségével van egy agrárkamarai ö, kártyánk, mely lehetővé teszi egy applikációval, hogy beazonosítsák a vásárlók a méhészeket. Tehát ha ezt a kártyát bemutatja a termelő, általában nálunk szokott lenni. Tehát, ö, kihozza. Tehát egyből látja az okos mobilkészülékén, hogy valós termelőtől tud vásárolni. Kedvező hatása miatt régen a méz gyógyszertárakban volt kapható, és gyógyszerként tartották számon, mondta Elmányik Gabriella. A táplálkozási szakemberek szerint a rendszeres mézfogyasztás fedezi a szükséges vitamin szükségletet, és segít egészségünk megőrzésében is.